Kos, október második fele. Pozitívum, negatívum és egy tanács. Elhoztam a nagy-nagy kedvenceimet, a varázstükörkártyák. Tehát október 15-16, Vénusz-Neptunusz trigón. Csodálatos, a legjobb időszaka romantikára például, a kreativitásra, a művészetre, táncolni, jogázni, zenélni, tehát a legjobb dolgokat kihozni ebből a fantasztikus aspektusból, tehát a legjobb szépségeit kihozni. 17-én teli hold a Kósban. Na, de erről lesz külön videó. Na, nézzük, pozitívum. Pozitívum. Csodálatos kártya, hát ez maga a világ. Amikor ő megjelenik, akkor valamit elérünk, valamit meg tudunk szerezni, nem hiába dolgoztunk, és ez a kártya segít nekünk egy második szintre felemelkedni. Tehát ez nagyon pozitív kártya. Az egész világ a lábaink előtt lesz. A külföld, az is ide tartozik, ez a kártyához, tehát minden, ami külföld. Utazás, nyaralás, idegen nyelv tanulása, vízum, bármi, ami külföld. De azért tetszik nekem, mert itt valamit elérünk. Egy-egy ciklus be tud fejeződni, és egy következő ciklus elindul. Erős, ugye itt még nagyon is dolgozik a holdfogyatkozás és a napfogyatkozás. Na, megyünk tovább. Na, mi van itt? Király. Királyság várható. Amikor megjelenik ez a király, akkor az ember elégedett az életével. Akkor kaphat ajándékot. Vízenergia dominál. Vízenergia, milyen csodálatos. A kártya pakli alján viszont Vénusz. Itt a Vénusz. Vénusz kártyája, ez maga az uralkodónő. Nem hiába Vénusz-Neptunusz trigón van itt. Itt a Vénusz a szépség, a romantika, a szerelem, a pénz. Itt viszont ez a király, ugye Neptunusz, a Neptunusz energia dominál itt, maga a művészet, maga a titok, a titokzatosság, maga a mágia, a varázslat. Menjünk tovább. A pozitív, azért őt is itt hagyom. Hogyne, itt a Vénusz és a Neptunusz megjelentek nekünk. Egyébként ez lehet szerelem is. Megyünk tovább. Pozitívum. Királynő. Nagyon gyakran ez a királynő vagy ikrek, vagy mérleg, vagy vízöntő. Van-e ilyen személy a környezetünkben? De lehet, hogy az aszcendensünk, vagy a holdjegyünk például mérleg, ikrek, vagy vízöntő. Ezért szoktam mondani, mindig érdemes három kirakást nézni. A napjegyet, az aszcendenst és a holdjegyet kiegészítik egymást. Nos, ez a királynő nagyon okos, ő maga az ész. Lehet segít nekünk valamit megoldani, valamit megszerezni. Kardok, ez maga a dokumentum például. A dokumentumok ide tartoznak. Lehet egyébként ügyvéd például ez a királynő. Ez a királynő. Itt van a királynő, itt van a király. Ők egyébként, lehet ez a király orvos, ez a királynő, és lehet orvos. Hozzunk csak rögtön egy kártyát, nem tudom miért, de valamiért ez az egészség dolog. Aha, nem hiába. Jó,
Tehát lehet, hogy egy orvos tud nekünk segíteni, mert megjelent nekünk a remete. A remete nagyon szeret kutakodni, nagyon szeret valamit megtudni. Tehát kvázi kutakodhatunk a szervezetünkben, mi történik ott. Minden rendben van. Amikor megjelenik ez a kártya, akkor nagyon jó például vizsgálatokra menni. Hát egy kis vérvétel, egy kis ez, egy kis az. Nagyon jó. Tehát itt, de ez pozitívum. Ez tetszik nekem az egészben, hogy itt pozitívum. Nos, ez egy plusz információ legyen valakinek, mert ezt így hirtelen nagyon megéreztem ezt az egészségügy dolgot. Jó, egészségbetegség dolgot nagyon megéreztem, de viszont a pozitívumon ez nagyon jó. Lehet, hogy érdemes valakinek orvoshoz fordulni, mert van valami, és időben érdemes ezt a dolgot elkapni. Ez egy plusz információ valakinek. Vagy, ha most egy ilyen folyamatban van valaki, akkor kiderül, hogy ez gyógyítható, és meggyógyulunk, és minden rendben lesz. Nos, megyünk tovább még. Jó? Tízes tűzenergia. Nos, hát én ezt már nagyon hiányoltam, ezt a tűzenergiát, ez a ti energiátok. Ez nagyon jó, mert itt a kos eléri a célokat. Még egy picikét bírni kell ezt a terhet, 10 darabot, tehát nehéz ezt cipelni, de bírni kell. Már nem marad sok. Milyen érdekes. A legelső kártya nekünk megmutatta, hogy minden rendben lesz. Hogy nem hiába dolgozunk valamiért, nem hiába valamit el akarunk érni, elérjük. Mert itt van a világ megmutatta nekünk, hogy igenis célba érünk, hogy igenis befejeződik egy ciklus, és egy új ciklus fog elindulni. És ez bármi lehet. Bármi. Lehet valaki tanult, és nagyon nehéz volt ez a tanulás, nehéz volt ez a teher. Kardok királynője, kardok, ész, tanulás. És végre a remete is szeret tanulni, belemerülni valamibe, például a tanulásba. És ez nehéz volt, és végre valahára véget ér ez a nehéz időszak. Milyen érdekes energiákat érzek én most itt. Itt az ász, nagyon jó levegő energia, hát ez maga az erő. Erősek leszünk, el tudunk érni valamit. Az ász kardok és a királynő kardok. Rájöhetünk valamire, megszülethet az a terv, az a tökéletes terv, hogy mit kell tenni, hogyan kell tovább cselekedni, mi legyen a következő lépés. Valami világos lehet számunkra. A remete is szeret valamit kivilágítani, olyan misztikus energiák vannak itt most. Nem hiába itt még dolgozik a holdfogyatkozás például. A holdfogyatkozás az amúgy is most nagyon-nagyon misztikus. És ezt az energiát lehet érezni plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz három hónap. Napfogyatkozás október 2-án. Nagyon jó valamit elkezdeni, nagyon jó. Ezt a kezdést adja nekünk ez az ász. Milyen érdekes. Nem megyünk még tovább. Húzunk csak ebből a kártyapakiból. A varázslók mit mondanak? Mert itt nagyon érdekes, érdekes energiák jöttek. Bármi legyen is az a lényeg, hogy ez mind pozitívum. Tehát ezek a változások, ezek a lehetőségek, ez mind pozitívum. Ha lesz is valamilyen probléma, akkor az megoldódik. Tehát egyébként olyan kártyákat is húztunk, amik határozottan üzenik nekünk, hogy a probléma megoldódik. A probléma megoldás az itt van, mert itt van a világ is, itt van a királynő is, itt van a remete is, ő ott a lámpás a kezében, megtalálja azt a,
azt a megoldást, az a lámpás a kezében kivilágítja neki azt az utat. És itt van az ász is. Na de nézzük csak, hogy a varázslók még mit mondanak nekünk. Na, mit mondanak? Hetes. Tűzenergia. Tűzenergia, ti energiátok. Amikor megjelenik ez a kártya, akkor tudjuk, hogy lesz nehézség. Lesznek. Tehát ez a konkurencia támadhat minket, a problémák, a nehézségek támadhatnak minket, de mi ezt megoldjuk. Nézzük csak, hogy milyen ez a kártya. Milyen magabiztosan áll ez a fiatal ember, hogy már pedig én mindennel megbirkózom, már pedig én legyőzöm az ellenséget, vagy a konkurenciát, vagy ezt a feladatot, én meg tudom csinálni, mennyire magabiztos, tehát olyan, mint a kos. Tehát tipikus kos. Én vagyok a vezér. Én vagyok a győztes. Nos, ha lesz valamilyen probléma, vagy nehézség, vagy jönni fog még valami, amit meg kell oldani, jusson eszünkbe ez a kártya, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ez nem is probléma nekem. Ez még egy feladat. Így fogom fel. Nagyon jó. És a ti energiátok. Nagyon jó. Kellett ez a plusz kártya, de hát pozitívum az egész. Milyen érdekes. Nagyon, nagyon érdekes. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Negatívum. Egy picit belekukkantunk a negatívumba. 20-as, ez karmikus kártya. Az északi karmikus csomó még a kosban van. Tehát 2025. január 12-ig valakinek lehet, hogy le kell ezt dolgozni, még azt a bizonyos karmikus adósságot. Ítélkeznek felettünk itt. A fenti erők. Vagy itt valaki ítélkezik felettünk. Hármas tűzenergia. Valaki nem akarja, hogy simán előre haladjunk, tehát valaki akar minket itt akadályozni. De ugye mi ezzel megbirkózunk, ott a hetes tűzenergia. Itt a tükör. Ez az üzenet viszont nekem szól. Milyen érdekes. A tükör őrzője és a kártyapakli alján is ott a tükör. Ez az információ nekem szól. Megyünk tovább. Hatos. Tűzenergia. A győztesek kártyája. Valaki tényleg nem akarja, hogy a kos legyen a győztes. Tehát valaki bizony, hogy nagyon is akarja akadályozni a kost. De hát a kos megbirkózik meg. Hatos, és megint egy hatos. A második hatos, a hatos mindig az előrehaladás. A hatos az a pont, amikor már túl vagyunk a nehézségen, de itt a negatívumra kapjuk ezeket a hatosokat, tehát itt van akadály határozottan. Tehát egyik kártya a másik után mutatja nekünk, hogy valaki minket akadályozni akar. Tehát valaki vagy valami, megyünk tovább. Király, például egy ilyen király akadályozhat. Ő erős. Ha ellenség, akkor nagyon nem jó, mert erős ellenség. Ugye a királyok, a királynők, ezek nagyon erős személyek. Nem jó. És akár ravasz is lehet. Mert kardok, ész, ravasság. És ő is lehet elsősorban például vízöntő ikrek, vagy mérleg. Ez a király. Érdemes odafigyelni egy ilyen szemére. Nem lehet a szívére hatni. Nem. Itt az ész dominál. Itt az ész dominál. Nos, megyünk tovább. Mit mondanak nekünk a Lenormand kártyák? Na, mi van itt? A líniumok.
Jaj, de csodálatos kártya. Ez nagyon kellemes kártya, ez pozitív kártya, ez boldogságos kártya. Észre kell vennünk ebben a rohanó világban az élet szépségét. A természetes, az élet természetes szépségét észre kell venni. Jó? Tehát van itt csata, muszáj észrevenni ezeket az apró szépséges dolgokat is ebbe a rohanó, stresszes világban. Tehát ez a tanács. Ez egy jó tanács. Lilium. Nagyon, nagyon kellemes kártya, Lilium. Lehet valaki kap egy virágcsokra, csak úgy ajándékba. Ez egy meglepetés lesz. Ez is lehetséges. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!